A Bregyóban található Extrém Park teljes felújításon esett át. A régi elemeket elbontották, mivel már oly mértékben voltak elhasználódva a felületek és a szerkezet is, hogy egy teljesen új elemekből álló skate parkot kellett építeni, amely bizonyos szempontból leveszi a terheket a városban található közterekről is, hiszen így a fiatalok az erre alkalmas területen hódolhatnak szenvedélyüknek. Ezért is jött jókor az Aktív Magyarországért államtitkárságnak az a Bringa Park programja, amelynek keretében egy 50%-os állami támogatást kaptunk a felújításhoz, bővítéshez, így összesen mintegy 60 millió forint értékű felújítást végzett el a Városgondnokság ezen a területen, és hát látható, hogy milyen új elemekkel felújított és új elemekkel is gazdagodott a Bringa Park. Az új pályán összesen 7 elem került elhelyezésre. Egy nagy vertfal, egy döntött vertfal, egy wallride, egy negyedik plusz wallride, egy funbox bálna, egy spokes és egy jumpbox. Az előző pályához képest nőttek a pálya elemek méretei is. A hétvégén már birtokba vehették az extrém sportolóink, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk már ma reggelre e-mailben tőlük, illetve fontos, hogy a helyi bringásokat és gördeszkásokat bevontuk már a tervezési folyamatba is, ezért sikerült olyan pályát kialakítanunk, ami a lehető legjobban megfelel az igényeiknek. A skateparkot a házi rendet betartva, a Bregyó nyitva tartási idejében a hét minden napján ingyenesen lehet használni.